előttem látható fegyver az osztrák-magyar haderő legismertebb, de mindenképpen egyik legjellegzetesebb fegyvere, a híres neves Schwarzlose géppuska. Alapváltozatát 1907-ben rendszeresítették, és utána később folyamatosan igyekezték egyre jobban modernizálni. A kor műszaki színvonalának megfelelően vízhűtéses csővel rendelkezik, azaz a felforrósodott fegyvercsövet egy csőköpeny veszi körül, amiben a hűtővizet engedték bele. Letekerem a kupakot, itt látható a betöltőnyílás, a másik oldalán pedig van a levezető cső, ahol a fáradt, illetve a felforrósodott hűtővizet ki lehetett engedni. Ez célszerű volt egy kis cső segítségével minél távolabb elvezetni a géppuskától, ugyanis a felcsapódó pára hamar felhívhatta az ellenség figyelmét arra, hogy itt bizony egy géppuska működik. A tüzelést itt hátul kellett kiváltani a fegyverből egy nyomógomb segítségével. Van rajta egy kis biztosítókallantyú, ha ezt eltolom, akkor lehetett a nyomógombot betolni, és mint hallható, ez a fegyver a szerkezetileg legalábbis még a mai napig működik. A Schwarzlose géppuskák az ismétlő puskákhoz is rendszeresített 8x50 mm-es Mannlicher puskatöltényt tüzelték, egy ilyen vászon hevederből adogatva, amelynek a bőrnyelvét kellett először befűzni a géppuskába, majd a felhúzókart hátra kellett húzni, és lehetett bele tüzelni. Maga az állvány, amely a fegyver látható, ez egy többfunkciós állvány, egészen földközeli helyzetben is lehet engedni, térdelő helyzetben is, sőt fel is lehet állítani. 1915-től egy speciális toldat segítségével légi célok elleni harcra is alkalmassá tették, gyakorlatilag ez volt az első csapat légvédelmi eszköze a monarchiának. Előttem látható az osztrák-magyar haderőben használt Mannlicher puska család, amelyet 1895-ben rendszerestettek először a császári és királyi haderőben. Tervezőjük Ferdinand Mannlicher egy német származású mérnök volt, egy egészen speciális megoldással nyerte el a Katonai Műszaki Bizottságnak a tetszését. Ez a megoldás nem volt más, mint az egyenes húzású zárdogattyú. A korszak ismétlő puskáitól eltérően, amelyek ugye a jól ismert Mauser-féle ismétlő mozdulattal lehetett bezárni, ezt a puskát egy egyszerű előre és hátra húzással lehetett működőképessé, tüzelőképessé tenni. Az öt töltényt, puskatöltényt tartalmazó töltőkeretet felülről kellett betölteni a tárba. És egészen a zár előre nyomásával lehetett betolni a töltényülbe a töltényt, az elsütő elhúzásával elsütni a fegyvert, és egészen ugye addig kellett ezt az ismétlő mozdulatot végezni, addig lehetett végezni, amíg ki nem fogyott a töltény a tárból. A monarchia egyes csapatnemei, illetve fegyvernemei számára különféle méretű puskatípusok voltak rendszeresítve. A gyalogságé volt az alap, az 1895 mintájú gyalogsági puska, amelynek csöve kb. 110 cm hosszú volt, és szuronyt lehetett a végére tűzni. A tréncsapatok, árkászcsapatok, utászok, azoknak egy rövidebb fegyverfélét rendszerestettek, az úgynevezett kurtályokat. Ennek a teljes mérete mindösszesen 1 méter. Ugyanúgy ezt is szuronnyal lehetett ellátni, gyakorlatilag szerkezetileg, működését tekintve semmiben nem különbözött a puskáktól, sokkal kényelmesebb volt viszont viselés szempontjából. A lovassági alakulatok, így a huszárság, a huszárok, a dragonyosok számára, az ulánosok számára a Mannlicher puskafélék karabé változatát rendszerestették, amely méretét tekintve ugyanakkor volt, mint a kurtály, viszont másképp lehetett rá felfüggeszteni a puskaszíjat, amely már így szépen felfeküdt a hátukon. 1914-ben azonban, amikor rájöttek, hogy a lovasságnak hát nem pontosan az lesz a szerepe a világháborúban, mint amelyet szántak neki, úgyis gyalogsági ütközetben is részt kell venniük, elkezdték a huszárokat is, a dragonyosokat is szuronnyal feltűzhető karabélyfélékkel ellátni. Egy-két kiegészítőt még mutatnék a fegyverekhez, osztrák-magyar puskagránátokat, amelyek úgynevezett csőbe dugható típusúak. Leszakították ezt a kis ólomgolyónak a tartó zsinórját, és a fegyver, a puskagránát készen állt a kilövésre. Kilövéskor a vaklőszernek a hajtógáza a puska gránátnak a rúdját kilőtte a csőből, az ólomgolyó pedig a tehetetlenség folytán meghúzta a rántó zsinort,
és beindult az égőgyújtó. A késleltetése körülbelül 3,5-4,5 másodperc volt, és a puskagránátot nagyjából 100-150 méter távolságra lehetett vele kilőni. Ez a kiegészítő, amit szintén a puskákra lehetett szerelni, nem más, mint egy miniatűr periszkóp, amelynek a segítségével a lövésznek nem kellett kinéznie a fedezék mögül, hanem gyakorlatilag oldalt állva kikukucskálhatott belőle. Mutatok egy másik puskákhoz tartozó felszerelési tárgyat, ez nem más, mint a lövészpajzs. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy páncéllemezt, amelyet hátulról ki lehet támasztani, illetve egy fogantyú segítségével könnyen lehetett magunkkal vinni. Látható rajta egy kis nyílás, amelyet egy kallantyú segítségével oldalra lehet hajtani, szabaddá válik a kilövő nyílás, amelybe a puskacsövét beillesztve immár fedezék mögül lehetett vele tüzelni.